Zárt ülésen foglalkozott a Honvédelmi Bizottsága Debreceni Katonai Szakközépiskola kollégiumában történt erőszakos cselekményekkel. A bizottság 10 évre titkosította a meghallgatás jegyzőkönyvét. A diákok egy részét képviselő ügyvéd szerint nem történt szexuális erőszak, sőt más bűncselekmények sem. Már nyári szünet van a debreceni Kratochwil Károly Honvéd Középiskolában, ezért most a kollégium is üres. Pár hónapja azonban itt a diákok még egymással erőszakoskodtak. Az ügyben összehívták az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságát. A szaktársa államtitkára és az iskola vezetője számolt be a nemrég lezárult fegyelmi vizsgálat részleteiről. A fiatalkorúak személyiségi jogaira, illetve az azóta elindult rendőrségi nyomozás érdekeire való tekintettel zárt ülés rendeltek el. A bizottság elnökések néhány részletet árult el. Az intézkedéseket, amelyeket az iskola vezetése hozott, messze menőkig támogatni lehet, tehát hogy az érintetteket kizárta az iskolából, és mindenkivel szemben megszüntette a tanulói jogviszonyt, és az is helyes, hogy az iskola fenntartójaként a vizsgálatok lezárulása után a Honvédelmi Minisztérium illetékese, aki egyébként a katonai szakközépiskolák fenntartásáért is felel, a rendőrséghez fordult és megtette a feljelentést ismertetés ellen. A testület DK-s alelnöke szerint nem egyszerű egyedi esetről van szó. Ezek a fiatalok a jövő katonái, akiknek egymásra számítaniuk kell. Hogyha ilyenfajta magatartást megenged magának egy közösség, akkor az lesz a vége, hogy nem tudják megvédeni a hazát. Éppen ezért nagyon szigorúan kell eljárni a katonai kollégiumon belül minden ilyenfajta cselekménnyel szemben. A diákok egy részének jogi képviseletét ellátó ügyvéd azt mondta, a tanulók beszámolója alapján nem szexuális erőszak, hanem személyi szabadság megsértése miatt indult az eljárás. A diákok azok folyamatosan játszottak ilyen lekötőzős, szabadulós játékokat, ami egyébként a katonai nevelésüket is célozhatta, és egyébként a sérteti beleegyezés, amennyiben ebben a körben megvalósult, tehát amennyiben ő is ebben a játékban aktívan részt vett ebben a lekötőzős, szabadulós játékban, akkor ez büntethetőséget kizárók, így a büntetőeljárás szükséges lesz megszüntetni. Az ügyvéd arra is emlékeztetett, hogy a fegyelmi eljárás, majd a büntető eljárás sem a sértett feljelentése, hanem egy iskolai pletyka nyomán indult el.